Újabb holtesteket talált a kenyai rendőrség, akik a kultikus halász szekta tagjai lehettek. Hétfő reggelig 47 holttestet exhumáltak a Malindi város közelében felfedezett tömegsírból. A szekta prédikátora azt mondta követőinek, hogy az éhezés által kerülhetnek közel Jézushoz. Az áldozatok között gyerekeket is találtak. Sebastian Mutetil gyermekvédelmi hivatalnok azt magyarázta, hogy a gyermekkor a családhoz és a közösséghez tartozik. Ezeket a gyerekeket megkötözték és kényszerítették. A kegyetlenség nagyon megrázta nem csak a helyi közösséget, hanem az egész országot. A múlt héten a kenyai hatóságok megtalálták és megmentették a szekta 15 tagját. Vezetőjük jelenleg őrizetben van és hamarosan bíróság elé állítják. A férfi tagadja a vádakat, azt állítja, hogy templomát 2019-ben bezárta. A szekta tagjai egy magánbirtokon éheztették magukat. A kenyai rendőrség 800 hektárnyi erdős területet zárt le és vizsgálát újabb áldozatok után kutatva.